Sziasztok, üdvözlök mindenkit újra a YouTube csatornámon. A mai videómban meg fogom nektek mutatni, ahogy a címe is mutatja, hogy miket kaptam a névnapomra. Kérdeztem tőletek Insta Story-ban, hogy érdekelne titeket egy ilyen típusú videó is, mivel a legtöbben igennel szavaztatok, ezért most elhoztam nektek. Úgyhogy, ha kíváncsiak vagytok rá, hogy milyen kis apróságokat kaptam én a névnapomra idén, akkor tartsatok velem. Most tehát akkor vágjunk is bele. Az első dolog a legkézenfekvőbb, ami itt van rajtam, ez a gyönyörűséges felső, ez egy zarás felső, kereknyakú, ahogy látjátok, ilyen bordázott body fazonja van egyébként, ilyen alul bepatentolós, és hát ez a gyönyörűséges vállrész tetszett meg a legjobban. Fehér színben is volt még, de valahogy feljöv a fekete volt a kedvencem saját magamon. Egyébként színeset szerettem volna alapvetően, vagy egy nagyon szép élénk kéket, vagy zöldet, de mindig, amikor felvesztem, valahogy rájövök, hogy a fekete és a fehér az én színem. Úgyhogy ezért esett erre a választásom. És ha már Zara, onnan kaptam még egy gyönyörűséges farmer rövidgatyát. Igaz, hogy most fog lejárni a szezonja, de egy ilyen alapdarab ez minden évben nagyon jól tud jönni. Szóval már nagyon régóta szerettem volna egy olyan farmer rövidgatyát, ami magasabb derekú, hosszabb alul, vagy legalábbis ilyen lehajthatós szárú, mint ez a fazon. Nem túl bő, nem túl szűk. Nekem ezek a nagyon mom jeans fazonok nem állnak jól, úgyhogy ezt már régen kinéztem magamnak, ezt a fazont, ebből volt többféle szín is, nekem erre a, hát ez a klasszikus retro kék színre esett a választásom, 34-es, azt hiszem a felsőből pedig XS-es vagy S-es méretet választottam, be fogom alulra linkelni nektek mindent, amit mutatok és megtalálok. Ez szerintem egy olyan alap darab, ami minden évben nagyon jól tud jönni. Ahogy mondtam, nekem fontos szempont volt, hogy ne legyen túl rövid hátul, mert a legtöbb rövid nadrágom nagyon rövid fazonú volt, és mióta ugye a kislányomhoz kell hajolgatnom a játszótéren 2 percenként, ez nem a legpraktikusabb, és ezt még lehet lentebb is hajtani, hogyha szeretném még hosszabbra esetleg. Szerettem volna olyat, ami nincs semmi szaggatás, semmi rojt, semmi... Még a ruhánknál maradva, ezt már korábban mutattam nektek egy haul videóban, viszont valójában ezt is előre megkaptam a névnapomra a férjemtől, ezt a Füred Yacht Charter és Oktatóközpont logós Helly Hansen felsőt, hosszújú póló, amilyen SPF 50-es fényvédős póló, vagyis hosszújú póló. Ezt kifejezetten a szapozáshoz kaptam, illetve kértem kifejezetten, mert ez nagyon-nagyon praktikus tud lenni, amikor egy fürdőről felsőre csak felkapom, nem kell kenegetni magam még naptájjel pluszban, hanem ezt felveszem, és megvonoldva a leégés problémája a szapozás közben. Természetesen a logó nélkül a Helly Hansenben biztos, hogy lehet találni ilyen felsőt. Itt van a parfümöm, amit egyszerűen imádok, amióta megkaptam, mert nagyon-nagyon régen megtetszett ez az illat, de nagyon sokáig nem lehetett kapni Magyarországon Tom Ford parfümöt, és most sikerült beszereznünk egész jó áron, megbízható forrásból, egy webshopból rendeltük. Be fogom nektek alulra linkelni, bocsánat, csak közben még mindig meg vagyok fázva egy kicsit. Szóval alulra az infoboxba a webshopot, ahonnan rendeltük, be fogom nektek linkelni, mert szerintem tényleg, ahogy mondtam, tökre megbízhatóak. Szóval ez a Tom Ford Woodwood nevű parfümje, aminek az a különlegessége egyrészt, hogy egy unisex illat, másrészt pedig, hogy egy nagyon különleges, keleties, fűszeres illat, semmihez nem hasonlítható, és még annó, amikor néhány évvel ezelőtt Dubajban voltunk a férjemmel, ott a reptéren szagláztam a Tom Ford parfümöket, és majd azt hittem, hogy a cherry is, meg a vaníliás fog nekem nagyon tetszeni, de egyszerűen beleszerettem ebbe az Woodwood illatba. Először, mikor beleszagolunk, mintha egy férfi parfüm lenne, viszont ahogy felvittem magamra, megváltozik valahogy az illata, és ugyanazt az illatot hozza egész nap, olvastam róla az interneten véleményeket, és ott írták, hogy ez egy ilyen lineáris illat, amit abszolút alá tudok támasztani, tehát fejillat, szívillat és alapillat között nincsenek nagy különbségek, nem változik meg mondjuk a nap végére az illat, és mondjuk kijön egy púderes alapillat, amit én nem szeretek, hanem egész nap hozza ezt a fás, fűszeres vonalat, amit egyszerűen imádok, és amióta megkaptam, minden nap csak ezt a parfümöt használom. Ez egy 30 ml-s kiszerelés, ödöbb parfüm, tehát 2 fújás elegendő belőle ahhoz, hogy még este is érezzem magamon az illatot. Nagyon maximum 3, hogyha
nagyon-nagyon szeretnék illatozni, és még visszatérve egy pillanatra Dubájra, ott ugye mindenkinek, nőknek, férfiaknak egyaránt ilyen fűszeres, keleties illata volt, de nem csak az embereknek, hanem a boltokban, a zárt terekben mindenhol ezt az illatot lehetett érezni, és egyszerűen nagyon-nagyon beleszerettem ebbe az illatba, úgyhogy most sikerült beszereznem egy olyan illatvilágból származó csodálatos parfümöt, és ahogy mondtam, nők, férfiak is használhatják, de nem engedem maga a férjemnek, hogy ezt elhasználj. Még egy ilyen high-end vonalból származó termék, ez a YSL Volupté Liquid Color Balm nevű terméke. Erre esett a választásom, a korábbi videóimban már mondtam nektek, hogy most nagyon benne vagyok ebbe a high-end smink vonalba. És nagyon nagy szerencsém volt, ugyanis ez egy színezett ajakápoló pici olajtartalommal, és ez a Müllerben le volt árazva 13.000-ről 9.000 forintra, illetve mire a pénztárhoz értem, már csak 6.500 forintba került, úgyhogy nagyon nagy szerencsém volt vele, gyakorlatilag vagy fél áron jutottam hozzá a termékhez, és pont olyan színű, amilyet én szerettem volna, egy ilyen narancsos alaptónusú, nagyon enyhe kis fényt, színt adó, hidratáló, ajakápoló, olajtartalmú balzsam igazából, és a csomagolása is gyönyörű ezzel az ezüst rózsaszínes kivitellel, és itt látjuk ezen a száj formán át, hogy milyen színű a termék, és amit még nagyon szeretek benne, ezt megmutatom nektek közelebbről, hogy száj formájuk az applikátora is. És akkor még néhány apróság az agendemből elsőnek, egy telefontokot választottam magamnak, korábbi telefonomhoz is volt ilyen oliva zöld féle tokom, amit nagyon-nagyon szeretem, azt az Apple oldalról rendeltem. Ez viszont egy teljesen egyszerű kis étrendemes tok, egy ilyen kis textúrált tok. Nagyon vékony, mintha semmi nem lenne a telefonomon, tényleg szinte észrevehetetlen, és a színét egyszerűen imádom. Egyébként volt ilyen rózsaszínes, nude, bézs színben is, ami szintén nagyon tetszett, de ez a zöld nekem valahogy nagyon nagy dirim, hogyha telefontokokról van szó, úgyhogy őre esett a választásom, illetve egy nyaklánc szettet választottam még magamnak. Ugye van benne egy ilyen vastagabb láncos, egy csavaros és egy vékonyabb csavaros nyaklánc. Nagyon szeretem az ilyen rétegezett nyakláncokat, annyi mindenhez jól mutatnak. Ehhez a felsőhöz most azért nem vettem föl egyébként nyakláncot, mert az már túl sok lett volna szerintem itt ezzel a szétement válrésszel. Még egy dolog, amit kaptam. Szerintem a legutóbbi Mit viseltem mostanában című videómban láthattátok ennek a szandálnak a fekete verzióját, a retrós fekete gumiszandálomat, egész biztos. Imádom, hogy mennyire letisztult, egyszerű fazonja van, optikailag hosszabbítja a lábamat is, és ebből kaptam meg most az öcséméktől a rózsaszín variációt, hát mikor megláttam, mondtam, hogy ez nagyon-nagyon az én színem, és mondta az öcsém feleség, hogy neki is van ilyenje, nagyon sok mindenben egyezik az ízlésünk egyébként. Én mindig bekapcsolva szoktam ezt hagyni, és belecsúszik szépen a lábam a szandálba. Próbálom így azt elkerülni ezzel, hogy a legutóbbi ugyanilyen szandálom nagyon sok évig hordtam, de egy idő után itt elszakadt ez a kapocs része a sok nyitogatástól, csukogatástól, úgyhogy most ezt így bekapcsolva hagyom, és csak belecsúsztatom a lábamat, remélem így hosszabb ideig fogják bírni. Úgyhogy ezt nagyon-nagyon szeretem, ezt a fazont, ezt az egyszerű kis, tulajdonképpen két pántost, magas sarkú és lapos szandálokban is. Úgyhogy ezt még nyár végén, ami után megkaptam, még néhányszor föl tudtam venni. De hát a jövő szezonban is ez sosem megy ki a divatból szerintem. És még egy apróság, amit csak úgy magamnak vettem a napokban, ez a harisnya az Osamból. Ezt csak azért mutatom meg nektek, mert imádtam az ilyen nagy pöttyös fekete harisnyámat, az agendemes volt, viszont kiszakadt. És egyszerűen nem találtam sehol ezt a nagy pöttyös harisnya fazont, mert mindenhol csak apró pöttyös harisnyákat lehetett kapni, és egyszer a kislányommal kovájogtunk az Osamba, és mondom, megnézem már, mi van, hogyha esetleg itt találok olyat, és mit ad Isten, éppen ott volt. Annyi, hogy ez nem fekete alapszínű, hanem nagyon-nagyon sötét kék, de ezt csak közelről lehet körülbelül megállapítani, illetve, ami még nagyon nagy előnye, hogy ez 1790 forintba került, az agendemes pedig pont a duplája volt ennek körülbelül,
Illetve azt, ahogy mondtam, már nem is lehet kapni. Tehát mindenképpen fogok ebből még egy utánpótlást, legalább egyet beszerezni, mert nagyon jó anyaga van, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó vétel volt éreknek. Nagyon-nagyon örültem, amikor megtaláltam az Osamba. És igazából én ennyi lettem volna mára. Köszönöm, hogy megnéztetek, ha tetszett ez a videó, dobjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, ha még nem tettétek meg. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!